Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speránca Reménység Televízió keresztút adása. A mai alkalommal a Kis Proféták előadás sorozat keretében Joel Proféta üzenetéről hallhatunk. Joel Proféta üzenetének különlegessége az, hogy átmutat egészen napjainkig, bejelentve Jézus Krisztus eljövetelét, de ítéletét is. Következzen az előadás és ez az üzenet köteles Csaba lelkipásztor részéről. Áldott alkalmat kívánok mindannyiuk számára. Vagyok Istennek azért, hogy újból találkozhatom drága testvéreimmel. Ha nem is látjuk egymást, és nem halljuk, nem hallom a hangotokat, biztosítalak a felől, hogy szeretetemmel minden ember testvéremet akarom átölelni, és aki nálomnál is jobban szeret titeket, annak az üzenetét hallgassátok meg, amit a Joel próféta könyvében próbálok megosztani veletek. Joel próféta könyve körülbelül időszámításunk előtt a 800-as években profétált, akkor, amikor elég áldatlan állapotban volt Juda is, Izrael is és a kis proféták általában az üzenetükkel ezt a két helyet célozzák meg. Tehát Juda tulajdonképpen ő volt a templom területén, az a Juda része volt. Aztán, amikor kettő az ország, Jeróbám királyságának az idejében, akkor ő félt attól, hogy hatalmát elveszíti, és ugye a király a krónikák könyvében minőt olvashatjuk azt, hogy Jeroboam eltérítette Izrael népét Istentől, oltárokat emelt, másod, hogy ne menjen fel Izrael népe, imádna az urat, nehogy ott maradjon. Tehát ilyen rangvita, hatalmi harc forma volt, és a profétának sokszor fájdalmasan kellett végignézze azt, hogy, hogy még testvérháborúk is léteznek a történelemben, és harcolnak egymással szemben. Joel próféta könyve, Mondhatni kicsinyben talán hasonlít a jelenések könyvéhez. Sok profécia is van benne, és abban a jelenések megismétlődő szó fordulatok fordulnak elő, amit a jelenések írója bizonyal átvett az ószövetségi profétáktól bizonyos mondatokat, ami nem egy bizonyos időre korlátozódik csak, tehát ezek a kis profiták írásainak egyszer van egy történelmi beteljesedése Izrael Juda történetében, de van egy végkifejlet is, ami az utolsó nemzedék, ki egészen a kegyelemdő lezárásai, sőt azon túlmutatva az új ég és új föld birodalmáig kiterjednek a jövendőlések. És tehát nem csak egy nemzethez egy időben szólnak akár fedések, akár ígéretek, hanem ezek az ígéretek a milyenkek is lehetnek. Hogy beszéljek arról, hogy, hogy már Péter apostol, tehát az apostolok is idézték a proféták írásait, és különösképpen Jóel proféta írását kutatva idézi Péter apostol pünkös napján, amikor a Szent Élek kiáradása megtörtént, és a vádolók előállottak, akkor elmondta nekik azt, hogy Hát a kezetekben van az Isten ígéje, ott van Jóel-Próféta könyve, és nem tanulmányoztátok azt, amit Jóel-Próféta beszélt, azt teljesedett be, amit ő írt a lélek kiárasztásával kapcsolatosan, amit a, a, a második fejezetében olvashatunk majd a végén. De ezek az ígéretek, van olyan ígérete Istennek, ami megtörtént a próféta idejében, aztán megismétlődött az apostoli korszakban, és meg fog ismétlődni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövete előtt ígérete van az ő népe számára. És a jajali jövendőlésnek különösképpen az a része, amikor hivatkozik arra, hogy megvan írva jajali profitánál, kitöltöm az én lelkemet minden testre, tehát ez részben beteljesedt pünkös napján, de még nagyobb méretekben be fog teljesedni a végidőben. Hála legyen Istennek azért, hogy olyan kis gondolt a jövendőlésben, és meglátjuk azt, hogy különösképpen a végidőben élő népe számára szól az ígéret, még sokkal gazdagabban, mint amennyi teljesedett az apostoli korszakban. Azonban kezdjük el a Jóáj Próféta könyvének a, a szemelvényezését, a, a, néhány kicsipegetett ígeverseket belőle, mert nem tudjuk az egészet felolvasni, de belőle azokat a fontosabb dolgokat, amik, amik akkor megtörténtek, és ma is léteznek bizonyos más formában. Az első fejezet első versétől mindjárt ezekkel kezdi el hallgassuk az Isten igényét. Jó elprofita a könyve első fejezetének első versétől olvasok, vagy négy ige verset. Az úrnak ígéje van egy lőn jó a Petujel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg e földnek minden lakói. Hallottátok, kedveseim? Nem csak azt mondja Izrael vagy Juda, hanem a földnek minden lakói. Amihez te is oda tartozol, én is oda tartozom. A föld lakói közé. Istennek üzenete volt akkor, és van neked is, nekem is ma. történt -e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyátoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek mit kell elbeszélni, amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Azt mondott, hogy talán ez nem érint bennünket. Hát, most mit mondjak? Talán még többszörösen érint. Egy kicsit azért átírnám ezeket a megnevezéseket. És gondolom, hogy belefér az üzenet képében. Ma nem kell féljünk a sáskától, a szöcskétől, a cserebogártól, a hernyótól. Bizonyos értelemben kell félni, most már egy olyan időben értünk, amikor újból előjönnek ezek. Más formában, mint a történelemben, akkor előjöttek és megették a föld terméseit. Most pedig termény készítenek belőle. Félelmetes. Félelmetes a gondolata is annak, hogy épp ezek, e, ezek a rovarok, amik itt meg vannak említve, a sáska, a szöcske, a hernyó, hogy ebből emberi táplájukat készítenek. Ez pedig Isten ígéje tiltja, tisztátalannak nevezi. Minden csúszó, mászó, férget, bogarat, és még azon kívül levő állatokat elmondja, aki el akarja olvasni, Mózes II. 11. fejezetében találkozhatik vele, amit Isten tisztának vagy tisztátalannak mond. Tehát nem csak, nem csak gusztus kérdése, nem csak kultúra kérdése az, hogy ezeket megehetjük-e vagy nem, hanem a Szentírás tiltakozik ellene. Isten gyermekei, nem fertőztethetik meg magukat ezekkel. Mert azt olvassuk ott, hogy szent az, aki elhívott titeket, az Isten, és szentség ott el titeket. És ezek közül bármelyiket használjátok eledel -el szempontjából, amit Isten igéje tisztátalannak nevez, az akkor ezt a szentséget, amit Isten el akar érni az életünkben, nem valósulhat meg. Tehát ez az egyik rész, amire szeretném felhívni a figyelmet, és a legmagasabb fórumokig tiltakoznunk kell az ellen, hogy emberi táplálékba belevegyítsék, ha bele is vegyítik, hogy megkülönböztessék, hogy legyen olyan termék, amikben ezek nincsenek. Ezt új zárójelben említettem meg. Azonban van egy másik vetülete is akkor rémséges volt a sáska járás, mert mindent lakupaszított. Aztán jöttek a szöcskék, aztán jöttek a hernyók, jöttek a cserebogarak, egyik a másik után, és azt mondja, történt ilyen a ti időtökben, hogy, hogy, hogy siralmassá tették a, a természetet. Az emberiség gyászban öltözött, még azt mondja a papok is, még az úr háza is megüresedett, és nincs élelem, és nincs az embereknek kiszáradt az öröm az emberek közül kiszáradt az öröm, így fogalmaz. Ma mit nevezhetnék annak, ami ilyen pusztító hatalommal van, akkor nem tudtak ellenállni ezeknek a természeti csapásoknak. Nem volt hozzá eszközük. Ma viszont ugyanúgy léteznek ezek a természeti csapások, és ugyanúgy nem tud az emberiség ellene állani. Ma ezek teszik tönkre a társadalmat az emberi erőlködést, erőfeszítéseket, az isteni áldásokat megsemmisítik. Mondhatnám azt, hogy, hogy a földrengés, amilyet csak most voltunk ugye a tanúi, a tegnap előtt mikor történt Törökországban most a földrengés, hogy még nincs is végkifejlett utoljára, amit hallottam, több mint ötezeren ezeren haltak meg, azon kívül közel 20 sebesültek, de ez még korán sem a vége a történésnek, és egyik földrengés a másikat éri. Mind akkor, amilyen veszélyes volt a sáska, amilyen félelmetes volt, olyan félelmetes most az emberiséget olyan pánikba ejtik ezek, a, ezek az isteni ítéletek. Mert Isten az ő seregének nevezte az, azt a sáskát, a szöcskét, hernyót, mert Büntetésképpen jött, hogy térjen magához Izrael, és hogy keresse az okát annak, hogy miért éri Isten ítélete utól az embereket. Hogy szálljanak magukba az emberek, álljanak meg, és térjenek, és forduljanak Isten felé. Jézus azt mondta Máté evangélium 24. fejezetében: Földrengések lesznek mindenfelé. Nem azt mondja, lehet, hogy lesznek, hanem azt mondja, lesznek és ezek mind gyakoribbak és gyakoribbak, ahogy a történelemben tudni és statisztikával élni, hogy 2000 év alatt hova fejlődött a történés a földrengésekkel kapcsolatosan. És beszélhetnünk a hurikánokról, a szélviharokról, amik a másik szöcskő, mondanám, az egyik a sáska, a másik a szöcskő, ahol az emberi erő kevés és nem tud ellentállni, és tönkreteszik az emberiséget. Hatalmas pusztító erővel vonulnak végig országokon. Szélviharok. Emberek ezreit, százezreit teszik hajté, haléktalanok vele. Aztán a harmadik, a tűzvész, amely Tomból akár most, ugyan párhuzamosan a törökországi földrengéssel, Csillében, hatalmas tűzvész, ahol többen meghaltak már a tűzben, 40 fokos hőség van az országban, és a ráadásul még hatalmas tűz ütött ki, és több száz hektárokat borít el a tűz. És ez nem csak tegnapi és mai jelentés, hanem visszamenőleg olvashatjátok az utóbbi időben, hogy ezek mennyire szaporodnak és megsokasodnak. És beszélhetnünk, ugye a harmadik jelenségről, a járványokról, amiről Jézus szintén említést tesz, hogy döghalálok lesznek mindenfelé, hogy járványok uralkodtak, csak most ugye lábadozunk ki a járványokból, azzal a reménységgel, hogy hát, ha nem, testvéreim, hiú reménység, hogy közeledünk a vég felé, hiába ít, ítélnek, vagy ígérgetnek a politikusok, a földvezérei vezérei, jobb jövőt, szebb jövőt, hogy ezek elmúlnak, és új lesz minden. Régi emberekkel nem lehet új világot építeni. Ezek fokozódni fognak, mentül jobban megyünk a vég felé, sűrűbben fognak megjelenni, és mind sűrűbben fognak megjelenni. Nem beszélve a gyűlölködésről, a háborúkról, Ugye itt van a szomszédunkban, Ukrajnában a, a véres háború. Nem elég az elemi csapások, hanem az emberek bombázzák egymást, és gyűlöletesek egymással szembe lett a keserűség, a gyűlölség, és mondhatni, hogy, hogy Európa, sőt, Amerika is belekapcsolódott ebben a véres háborúban. Jézus, amikor beszél az ő, eljövetelének a jeléről, ugyan egy profétai könyv, Máté van 24. fejezetében, ő nem csak profétákat hívott el, hanem ő maga is jövendőket mondott, hogy ezeknek meg kell történnie. Nem azt mondja, lehet, hogy meg lesznek, hanem meg lesznek, meg kell történnie. És ezek a szülési fájdalomnak a jelei még maga nem a születés, hanem a szülési fájdalom kezd jelenkezni. Ezek a jelek a szülési fájdalmát jelzik a világunknak. És aztán jön a végső, ugye a megszületés, amikor, amikor az igazak elnyerik a jutalmat, és a gonoszok végleg megsemmisülnek. Addig pedig Isten figyelmeztetésül küldi ezeket a jeleket a földünk lakóinak. Sokszor nem merik kimondani az emberek azt, hogy a bűn, amikor megsokasodik, akkor önpusztítóvá válik, és Isten ítéletei látogatták meg a földünket sokszor, és Isten ítéletei látogatják, azt mondják, hogy Istentől jól származik csak. Drága testvéreim, amikor engem édesapám megütött a veszőnek, nem tartottam jónak, hanem fájdalmasnak. Mégis most visszatekintve gyerekkoromra azt mondom, nem volt senkinek olyan jó édesapja, mint nekem. Mert a veszélytől, nagyobb veszélytől akart megmenteni. Sokszor ezért kellett a fenyíték. Isten is fenyítékkel látogatja meg a föld lakait, hogy szálljunk magunkban és térjünk Isten felé, és használjuk ki ezt a mostani drága kegyelmi időt, nem arra, hogy futkorászunk gazdagság után, mert a következő profét a könyvében találkozni fogunk azzal a gondolattal, hogy eljön majd a nap, amikor az emberek futkározni fognak. Milyen jó lenne, ha most az emberek felgyorsítanák lépteiket, és most keresnék az Isten megoldását az emberekre nézve. Azt mondja az ígében, a második fejet első versenyen. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivaljatok szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakai, mert eljön az Úrnak napja, mert közel van az. Itt most már Isten hozzánk beszél, ahogy olvastam, Hósáns könyvében, a nyolcadik felt első versében, száthoz a kürtöt. Isten gyermekeit felszólítja arra, hogy fújják meg a kürtöt a Sionon a gyülekezetben Isten az ő népét akarja felhasználni arra, hogy megfújja a trombitát, és az emberiség tudja azt, hogy mi következik, milyen események előtt áll. Az a rémüljön meg a föld minden lakója. Újból nem csak Izraellel a választott néppel foglalkozik, hanem Isten ítélete és Isten üzenete és ígéretei egyenlőképpen szól az egész föld lakóinak, akik ebben hitáltal belekapaszkodnak. Mert eljön az úrnak napja, mert közel van az. Nem csak azt kell hinnet, hogy Jézus vissza fog jönni ígéret szerint másodszor, hanem azt is kell hinnet, hogy közel van az Úr napja. Tehát közel van Jézus eljövetele. Jézus mondta, amikor mindezeket látjátok, ezeket a pusztító erőket, akkor emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a nyár. Jön a nyári ideje elmúlik a hideg tél, a didergés. Nem kell többé szenvednünk a hitetlenségtől, a szeretetlenségtől, a gyásztól, a fájdalomtól, mert Isten megígérte, hogy eljön az örömnapja. Rivagjatok az én szent hegyemen, mert jön az úrnapja is, és közel van. Nem tudom, ti testvéreim, hogy vagytok ezzel? Ijesztés számotokra ez vagy? Szektánskodás vagy? Úgy gondolja valaki, hogy hogy én fakopáncs akarok lenni, és rémítgetni akarom az embereket, távol legyen tőlem, de higgyétek el, hogy a fakopáncsnak is megvan a szerepe a természetvilágában. Ha a fák beszélni tudnának bizonyára, amikor kopácsolja az oldalát, az ágait, azt mondanák, hogy na most már hagyj békét azért, hanem énekelj te is, mint a többi madarak. Csak az a helyzet, hogy akkor jönne egy vihar és kitörni a fát, mert az a kicsi féreg, amely bemegy a fában, a, mint a két begyek közt összetudnál morzsolni, hatalmas tölgyénő, és a szél még azt is ki tudja csavarni. Különösképpen azért, mert belül megkorhat, megrothat, mert a bűn elrontotta. Ezért figyelmeztet Isten bennünket arra, hogy az ő eljövetele az én számomra. Kívánatos. Azért imádkozom minden nap. Mert Jézus így tanított téged és engem imádkozni, hogy ti azért így imádkoztatok, jöjjön el a te országod. Az ő ország az nem félelmetes, hanem az az örömnapja. Természetesen ezt is kétfele oszta az emberiséget, mert arról is beszél, hogy az ige, hogy mire való néktek az Úr napja, kérdezi. Mert sötétségnek is, felhőnek is, borulásnak napja az az istentelenek számára, a megtéretlenek számára, akik nem figyelnek oda az Isten üzenetére, akik figyelmen kívül hagyják Isten fedő üzenetét és ígéreteit, azoknak Jézus eljövetele természetesen rettegni való. Nem jelent örömöt. A jelenések írja, azért mondtam, kis jelenések könyve ez, mert a jelenések könyve használja ugyanazokat a kifejezéseket, hogy akkor a hatalmasok, a nagyok és a föld királyai, gazdagok és szegények, akik nem ismertek vereséget, akik csak diktálni tudtak, uralkodni tudtak, egyetlen csatát sem veszítettek, most pedig menekülnek, azzal zárja a jelenése könyve, a hatodik fejezet azzal fejeződik be, hogy kicsoda állhat meg az ő haragjának napján. Mert nem jobb idők jönnek, hanem súlyosbodnak az idők. Dániel próféta azt mondja a 12. fejezet első versében, hogy nyomorúságos idő lesz a végidőben, amilyen nem volt a jó jelen napjaiban sem. Mert ezek, a, ezek a, az Isten ítéletek, amik most a Földet figyelmeztetik szeretetből, hogy szálljunk magunkba, gondolkodjunk el az élet értelmén, az élet szérján, hogy ideje keresnünk az Urat, ideje hogy világosságban járjunk. És nekünk rivalgani kellene, örvendeni kellene. Mert azt mondja, hogy úgy jön el, mint a hegyekre ráterülő alkony az úrnapja, észrevétlenül. Jézus pedig azt a kifejezést használja, hogy tolvaj, a jön éjjel, úgy lepi meg a világot, készületlenül Jézus eljövetele. Természetesen nem mindenkit, hanem akik a széles útat választották a másikok számára pedig örömnap lesz, mind a hegyekre ráterülő alkony, hogy nem is látod azt, hogy esteledik, egy kicsit kell szürkülni, és egyből sötét van, mert a hegyek mögött elzárja a fényt, és észrevétlenül még azt gondolod, hogy még van a világosságból, elszámoltad magadat, és eljött az este, és téged készületlenül talált. A nappalban pedig Jézus a kegyelmét szemlélteti, a szeretetét, az igazságát, míg az éjszakában a bűnt, a pusztulást és a romlást szemlélteti. Reszketni fog előtte az egész föld, mondja a második fejezet tizedik versében. Amikor nem csak a földön lesznek csodajelek, hanem az égen is. A hold elsötétedik, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendelésének végrehajtói. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? És ez a kérdés sokszor felmerül a Szentírásban. Ki állhat meg akkor? Lesz, aki megáll? Igen, testvéreim, biztosan lesz. Aki most erősnek érzi magát, lehet, hogy abban a csalódásban lesz részem, mint Belsaszárnak, aki elég erősnek érezte magát arra, hogy gúnyt üzött Istenből és a szent edényekből, amit elvittek a babonyoli fogság alkalmával, és azt tisztátalanná tette, bort töltött bele, és múlatozott, mit sem gondolt, hogy azon az éjszakán megméretik, és hiával találtatik, megjelent az Isteni kéz, és azt mondja, megmérettél a mélegen, és hiával találtattál, ami azt jelenti, hogy ezen az éjszakán be is teljesedik rajtad, és nem csak az eszedet veszed el, mint Nabogodon király hét évre, hanem elveszed az országodat. És amikor hallotta ezt Belzsazár, akkor megremegtek az ő térdei derekainak, injai megoldódtak. Amikor az Isten ítéletét érezni fogod, akkor a Hős is kiállt azon alapon, és ő jajgat, hogy rejtsetek el. No, de nem csak félelmetes üzenetek vannak, jó elprófítottak a könyvében, és figyeljétek meg azt, hogy Isten mielőtt cselekedne, mindig rávilágít arra, ami problémát jelent az életünkben, ami tönkreceszi az életünket, ami annyi könnyet csikar a szemünkből, annyira összetörje a szívünket, a lelkünket, és annyi fájdalmat okoz a sok elvállás az életünkben. A szembeállások, a feszültségek, amik jellemzik a bűn természetét, hogy ezeket Isten megrója és óv bennünket, hogy hiába ígér nekünk örömöket, rövidebb útat a boldogsághoz. Ne fogadjátok, ne higgyétek, mert ezek múló örömek, ha örömek is vannak benne. Azt mondja, múló örömek, de az ő jobbján örök gyönyörűségek vannak. Miért nem válasszuk azt, hogy amikor eljön Jézus, akkor jobbján legyünk? Mert az Úr jobbján vannak az örömök, örökké. Mert azt mondja a jobb keze felől állóknak, jártak atyámnak áldottai, örököljétek az országot. És ezt a választást ma kell megtenned. Ezt a döntést ma kell megtenned mert Istennek van ígéret is. Most szeretnék az ígérettel a hátrajövő percben beszélni egy pár szót. Figyeljétek meg, hogy megdobogtatja az ember szívét, fölmelegíti az ember lelkét, kapaszkodót talál a hide, amikor ezeket az ígéket olvassa. Kőkemény szíve kell legyen valakinek, hogy tovább ellenálljon, hogy ne lágyuljon meg, hogy ne legyen formálható, mikor Isten így beszélget el velünk a 12. vers a második fejezetében. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám, teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok, meg ne a ruháitokat. Térjetek meg az Úr egy Istenetekhez, mert könyörülő és írgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Micsoda csodálattal, erővel tör elő Isten jelleme ezekben az ígéretekben. Mihez van kötve részemről? Forduljak Isten felé, térjek Ő felé, kérem tőle a segítséget, és azt mondja az Úr, hogy ez a megtérés igazi, és szívből jön, és nem csak a ruhámat szaggatom meg, mint sokan megtették képmutatásból Izrael történetében. Ez volt a bűnbánatnak a külső kifejezése. Azok is gyakorolták, akik őszintén megtértek. Gondoljatok Ninive férfiaira, amikor eljutott a hír, hogy még 40 nap is elpusztul a város, azt írja az íge, majd elmélkedünk erről is, hogy eljutott a királyzés, zsákba öltözött hamut hintett a fejére, és meghasogatták ruhájukat valahányszor, ki akarták fejezni, hogy őszintén gondolják a megtérést. Isten azt mondja, nem kell megszaggasd a ruhádat, nem kell áldozatot vigyél neki, mint Izraelben, nem kívánok én véres áldozatot tőletek, mondta Nahum Profita könyvében, hanem teljes szívetekből keresétek az Urat, a ti isteneteket, mert könyörülő. És a 14. vers, ki tudja, ki tudja. Hát, ha visszatér, és megbánja, amit elgondolt felőlünk, és áldást hagy maga után. Ki tudja, tegyük meg, amit Isten kér. Nem kér tőlünk lehetetlent. Bűnösök vagyunk, termeljük a bűnt magunkból. Döntsük el, hogy Jézus beengedjük az életünkben, mert önerőnkből nincs olyan emberi erő, amely ellen tudjon állni, és Isten ezt jól tudja. Azért mondja János Apostol az evangéliumban, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azért mondja a levelében, ugyancsak János Apostol, hogy aki bennetek van, az nagyobb, mint aki a világban van. Tehát meg lehet térni az Úrhoz teljes szívből, és ha teljes szívből kerestek engem, azt mondja, ki tudja, hát ha visszatér. Az Úr megfordítja úgy, mint Ninive történetében, ismét visszahivatkozom, vagy Manasé történetében, vagy, vagy Akháb történetében, és nagyon sokat lehetne a Szentírásból felsorakoztatni, akik bűnös életet éltek, vagy a Dávid élete, vagy a mások élete, vagy az én életem, akik termeljük a bűnt. Azt mondja az ígében, ki tudja, hát ha visszatér, és áldás vagy maga után. Elfogadja szívünket, megújítja életünket. És én tudom, azt kérdezi, hogy ki tudja, én tudom, hogyha ezt Isten lelke elműveli az életemben, és ha kész vagyok átadni magamat, hogy Isten ezt a csodát elvégezze az életemben, akkor biztosan tudom, amit mondta, hogy megbánja, amit gondolt felőlem mi Ninivében, és elfogadja a megtérésünket. Van lehetőség tehát a megtérésre, a megújulásra. A 18. versben azt olvasom a második felben. Erre buzgó lőn az úr szerelmet, a föld iránt is, kegyelmezett az ő népének. El is mondja az eredményt. Ha ezt megteszitek, akkor áldást hagy maga után, és buzgó lett az úr szerelme, szeretetéből rátekintett az ő népére, és rád is tekint, és népéből fogad. Mondja a 21. versben, ne félj, te föld! Ne félj, te föld! Örülj és vigadoz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Előbb azt olvastam, hogy rémüljenek meg a föld minden lakói. Ha bűnben élünk, és nem térünk az Úrhoz, akkor pere van az Úrnak a földdel, és Isten íteletei látogatják meg, és koronaként jön rá a hét csapás, amiről beszél a jelenések könyve. Most még van kegyelem, most még van lehetőség, azt mondja az ige, ne félj te föld, ha az Úr áldást hagyott maga után, mert nagy dolgokat cselekszik Isten. És mik ezek a nagy dolgok? 23. vers ti is Sionnak fiai örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késő esőt hullat néktek az első hónapban. Testvéreim, lehet ennél szebb ígérete Istennek, lehet ennél szívet melengetőbb ígérete, hogyha ez a megtörténik, ez a megtérés, akkor Isten áldást hagy maga után. Örvenjetek! Azt olvastam előbb, kiszáradt az öröm a földről, úrá lett a félelem, megváltozhatik ez mindazoknak az életében, akiket nem sodor a bűn áradata magával, hanem oda szentelik életüket Isten szolgálatára, az embertestvéreik szolgálatára, akik arra használják kezüket, hogy átöleljék embertestvéreiket. Nem követ dobjanak, aki arra használja a szívét, hogy ne a bűn szeresse, hanem Isten teljes szívéből, aki arra használja a kezét, hogy könnyeket töröljön, Isten annak letöröl minden könnyet az ő szemeiről. És ime az utolsó ígéret, amit szeretnék felolvasni a 28. versétől a második fejezetében, és lészen azután, miután ez a megtérés megtörtént, Isten elfogadása, kegyelembefogadása. fogadása. Kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a tifjaitok, és leányaitok, és fényeitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra, szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodájeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füst oszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig véré minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen az a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhívott az Úr. Hát ennél szebb ígéret, és mondtam, ennek volt teljesedése Izrael történetében is, volt teljesedése az apostoli korszakban pünköst, a lélek kiáradása. De Isten megígérte az utolsó nemzedék életében a hírvívőknek, az evangélium hirdetőjének, akiket elküldött föl végső határáig, hogy hirdessék az embereknek, hogy Jézus visszajöjjön érettünk. Azt mondja, az utolsó időben fog teljesedni be. Arról az időről mondja, mielőtt a nap sötétsége válna, és a hold véré, mielőtt eljönne az Úrnak napja, kitölti az ő lelkét, kiárasza az ő szent lelkét arra, hogy hangossá tegye az Isten panaszát az emberekre, hogy hangossá tegye a bűn dorgálását, és hangossá tegye Isten szeretetének, kegyelmének és igazságának hirdetését. Erre vagyunk elhívva, akkor vagyunk királyi papság ebben a nemzedékben, hogyha teljesítsük Istentől reánkbízott felelősségünket. És az az ígéretünk van, hogyha érzed azt, hogy nem működik ez, próbáltad sokszor, és azt mondod, hogy csak beszélnek az emberek, de nem véghez vihető, figyeljétek, a megoldást adja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Aki találkozik önmagával, hogy önmag erőből, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek de ez csak egyik oldala az éremnek. A másik oldala az, hogy Jézus azt mondta, ha én bennetek vagytok, ti én bennem, akkor ez lehetséges, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kell találkozzak önmagam gyengeségeivel, hogy belekapaszkodjak az ő hatalmas erejében, és azt ígéri, akik segítségül hívják az Úr nevét, azoknak szabadulás lesz, azok köz lesznek Akiket elhívott az Úr, akiket megszabadított az Úr. Még egy verset olvasok. Az utolsó fejezetből, harmadik fejezetének, a tizenharmadik versétől. Ereszítek néke a Sarlót, mert megérett az aradnivaló. Az Úr pedig megharsan a Sionról, is megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld de az Úr az ő népének oltalma és Izrael fiának erőssége lesz. 46. Zsoltár megírja a szabadulás énekét. Erős városunk nékünk az Isten, azért nem félünk. Hegyek omlanának is a tenger közepében. Fújhatnak, tajtékozhatnak hullámai. Jöhet újból a szöcska, a cserebogára, a sáska. Jöhetnek akármilyen elemi csapások, nem félünk mert a seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk, őt hívjuk segítségül, és az Úr megharsan a sinarul. És beszél arról, hogy az egek és a föld megrendülnek, de az Úr az ő népének oltalma részen. Hallottátok, drágaim? Az Úr az ő népének oltalma lesz, aki találkozott önmaga gyengeségével, és Isten hatalmas erejével. Mert Isten ereje ott tud megnyilatkozni hatalma az én erőtelenségemben. Azért kérjünk Istentől erőt, hogy az igazi megtérés útján tudjunk elindulni, ne formai, ne rutin legyen hallgatni az Isten üzenetét és maradni a régi, hanem új teremtések legyünk. Mert arról beszél, hogy eljön egy nap, amikor azt mondja, eresszétek a sarlót. Jelenések könyve, 14. fejezetének. A 14. verse ebből az ígéretből nő ki, a nagy jelenések könyve, a kis jelenések könyvéből. Amikor látott valakit jönni a felhőn, közelenni lenni a földünkhöz, fején korona, és a ruháján ez volt írva királyoknak, királya, és uraknak, ura. és hallottam egy hangot a mennyei templomból. Ahhoz szólt, aki a felhőn ült, és jött a föld felé. Erezd a sarlódat, mert megérett a föld az aratásra. Testvérem, beéred benned Isten terve. Benned van Isten országa. Megszeretted Istent. Megszeretted az ő alkotmányát, a mennyei rendet készületlenül várod, vagy készen várod az ő eljövetelét? Ne felejtsétek el, Jézus is beszélt az aratásról. A konkolyt azt megégetik, a búzát pedig betakarítsák a mennyei csőrökbe. Beért benned a vágy, úgy, mint az apostolokban, amikor néztek az ég felé, az elmenő Krisztus felé, aki felment, hogy legyen nagy főpapunk. Utána nézve hallották ezt a mennyei szózatot, az angyalok részéről. Mit álltok nézve az ég felé, a, ez a Jézus, aki elvitetett tőletek, amiképpen láttátok, úgy fog eljönni. Nem csak azt jelenti, hogy láthatólag mentel és láthatólag jön vissza, hanem azt is jelenti, amikor életünknek fő uralkodó vágya, nem a szemét hordás ezen a földön, nem földízül legyen minden gondolkodásunk hanem nézzünk az ég felé, ahogy mondta Ábrámnak: Nézz az ég felé! Nézzük a visszatérő Jézust, aki azért jön, hogy a búzát learassa és bevigye a mennyei csűrökbe. A gonoszokat pedig azt mondja, tetőzöttek a sajtók, tetőze vannak a kádak, mert omlik belőle a must, mondja, jól elprófite a könyvében. Utolsó harcról beszél, a gonoszoknak végző erőfeszítéséről, akik Isten ellen harcoltak sátán vezetés alatt a teremtés óta, léteznek emberek, akik fölsorakoztak sátán mellett. Lesz egy utolsó ütközet, amit a Biblia ármegedőni csatának nevez. Egy végső harc, amikor Isten vet véget a földön levő összes zűrzavarnak, és az ő megváltottait magával viszi, a föld pedig kéletlen és puszta marad ezer esztendei. Erről majd esetleg később, ha belefér az elmélkedésbe. Most pedig maradva azzal a gondolattal, még egyszer mondom az ígében. Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek, összetekeredik, mi a papírtekes, mondja Péter Apostol. És a föld és a lehető dolgok megegyenek, mondja Péter Apostol által. De az Úr az ő népének oltalma, és az izrael fiainak erőssége lesz. Segítsen Isten, hogy ma döntsük el, hogy az urat válasszuk, mint József. Ma, holnap késő lehet, azt mondta József, a nép elé állat. Ha akartok szolgálni bárványokat tovább is, a függőségeknek, a szenvedélyeknek akartok oldolni. megtehetitek, de azonban én és az én házam népe, Ma eldöntöttük, hogy mi az Urat választottuk. Imádkozzunk azért, hogy mi is ezek között lehessünk. Istenünk, Ti megvilágítad ad előttünk a bűn bomlasztó, borzasztó erejét és hatalmát, hogy tönkre teszi az emberi életeket. Síralom völgye lett az egész földünk egy kerté. Hála néked azért áldott Krisztusunk, hogy te eljöttél ide a síralom völgyében erre a lepratelepre, hogy megkeres bennünket, és gyógyuláshoz nekünk. És diadalmat arattál a Golgotai kereszten, amikor kimondtad a döntő ítéletet, elvégeztetett. Meghoztad a győzelmet számunkra, sátán birodalma megdőlt. Mi még itt vagyunk most, a földön még tart a küzdelem, úgy kérünk, légy mellettünk, erősíts bennünket, hogy végig tudjunk harcolni hitharcát, hogy eljegyen téve az élet koronája. És azért is imádkozom, hogy mi, akik a csatatéren vagyunk, és látjuk testvéreinket, akik elesnek különböző sátán csapdái között, fogjuk meg a kezüket, emeljük fel őket, ne engedjük senki elveszten a harcmezőn, hanem minnyáján ott lehessünk jobbján a győztesek között. Hallgass meg, szívet kérő kiáltásunk szavát, mert te mondtad, ha segítségül hívjuk a te nevedet, akkor te felelsz nékünk, és kegyelmet adsz nekünk. Bízunk ebben a kegyelemben, tied legyen érte, hála és a dicséret minden ígéretedért, mindörökre. Amen. Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. Joel Profita gyönyörűen kiemeli azt, hogy az Úr eljövetele előtt lesz egy csoport, lesz egy nép, ahol a békesség fog uralkodni, ahol az atyák és fiak szíve egymásra talál. Mekkora öröm is lesz ez, amikor nem lesz elválás és békesség lesz minden ember között. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele lezárja a sok szenvedést és elválást, de a bűnt is addig a napig, de már ma is, akik csatlakozni akarunk a béke népéhez, készen kell lennünk, átadva életünket, megváltunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ő végezze bennünk a változást, és érleljen be lelkileg az örök életre. Kívánom ezt a tapasztalatot mindannyiunk számára. Szeretettel várom Önöket a következő alkalomra is, amikor ugyancsak a kis proféták üzeneteivel fogunk foglalkozni addig is. A viszontlátásra.